szeretettel köszöntök mindenkit. De néhány nappal ezelőtt kezdtük el az aláírás gyűjtéseket Karácsony Gergely számára, az ellenzéki polgármestereknek, jelölteknek, illetve az EP listára is. Tudjuk, hogy a Fidesz mára már annyira megijedt Budapesten Karácsony Gergelytől, hogy még eddig békésen tudtuk gyűjteni, mert látjuk, hogy folyamatosan jönnek a sátrakhoz Karácsony Gergelyhez, a Fidesz jelölteit itt sehol nem látjuk. Viszont Fidesz annyira kétségbe esett, hogy most már az erőszaktól sem riad vissza. Az történt ugyanis, hogy nagyon érdekes módon a mai nap majdnem egy időben egyszerre három sátrunkat támadták meg Budapesten. A Deák térit, a Blaha Lujza téren levő sátrunkat és a Békásmegyeren levő sátrunkat. A Békásmegyerénél történetesen kint voltam, és kint nagyon hasonló történetet hallottam a Deákról és a Blaháról is, hogy alkoholistának kinéző vagy alkoholista emberekhez odamentek fekete jackis középkorú férfiak, pénzt nyújtottak át nekik, akik hirtelen elkezdtek ordibálni Karácsony Gergely, Dobrev Klárát és az ellenzéket úgy unblock szidni, és bántalmazni is őket. Tehát az egy dolog, hogy nagyon vulgárul és az embereket megriasztva, félelmet keltve ordítottak az utcán ezen a három helyen. Például a Deák téri sátrunkat be kellett zárni, mert ott konkrétan megverték az összes aktivistánkat. Üzenjük a Fidesznek, hogy pontosan ebből van elegünk, ebből az erőszakból. Értjük, hogy félnek Karácsony Gergelytől, mert Karácsony Gergely újra nyerni fog, mert az emberek szeretik, özöllenek a sátrához. De azt is üzenjük a Fidesznek, hogy feljelentést tettünk a mai nap. Én Békásmegyeren történetesen még fotót is készítettem azokról a fiatal emberekről, akik a fekete jackiben ott ültek a környező padoknál. Én magam értesítettem a rendőrséget, illetve a közterületet, akik is jöttek és igazoltatták a rendpontokat. De ne legyen a kétségei a Fidesznek. Igen, lehet megfélemlíteni, pedig sem lehetett, ezután sem lehet, embertek a fenébe az erőszakukkal és a gyűlöletkeltésükkel együtt. Itt vagyunk, itt leszünk minden nap a sátraknál, este 6-ig. Támogatjuk Karácsony Gergelyt, a közös EP listát, a polgármestereinket, és július 9-én győzni fogunk.